Férfi betegségek tabuk nélkül, és bizony már a daganatos megbetegedések nem feltétlenül ugye az idősebbeket érintik. Nyilvánvalóan más a helyzet, hogyha különböző betegségeket nézünk, a különböző korosztályok érintettségét tekintve, de hogyha a hererákot nézzük, akkor bizony nagyon fiatal korban már előfordulhat, hogy kialakul a betegség a férfiaknál. Itt van már a stúdióban professzor dr. Tenke Péter, az Urológiai Daganatsebészeti Központ központvezető főorvosa. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt. Valamint dr. Ágoston Péter, sugárterápiás osztály főorvosa, az Országos Onkológiai Intézete. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt. Ha megnézzük a magyar férfiak érintettségét, és akár megnézzük a korosztályokat is, vagy a fiatalokat, hogy mennyire jellemző betegség a hererák ma Magyarországon? A hererák az döntően, ugye, ha csak előfordulási százalékot, akkor azt mondjuk, hogy 0,1%. Ez nem egy nagy szám, de ha azt nézzük, hogy viszont a korosztály azért 20 és 39 év közötti, és ha azt nézzük, hogy az elmúlt 20 évvel ezelőtti időszakban, az előtti időszakban a betegek felét elveszítettük, ma pedig azért 98%-ban gyógyítható. És a legfontosabb az, hogy ugye a pontos etiológiáját nem tudjuk, de tudjuk azt, hogy vannak benne genetikai tényezők, és a legfontosabb azok az, hogy azoknál az esetekben, ahol a herre leszállás későbbiekben, vagy nem történt meg a herre leszállás, vagy lassan történik meg a herre leszállás, vagy bármilyen sérvműtét utáni fiatalkorban kialakult gyulladás, tömöttség alakul ki, akkor mindenképpen forduljon orvoshoz. Amerikában, illetve egy a nyugati államokban egyre inkább fölhívják a különféle médiák azt, hogy nagyon sokszor az önvizsgálatra, illetve hogy a partner, aki legtöbbször kapcsolatba kerül, ha véletlenül valami csomót érez, akkor szóljanak, hogy ne egyelőre az a stádiumba kerüljen felfedezésre. Minek köszönhető az, hogy már ilyen jó arányban lehet gyógyítani ezt a betegséget? Aztán a hererák az egyik legjobb példa egyébként az onkológia mennyit fejlődött. Én mindig az orvost hallgatóknak is el szoktam mondani, hogy egy kiváló példa erre a hererák, hogy azelőtt, mielőtt kemoterápia volt, ez a betegség gyakran halálos volt, különösen, hogyha egy előradott stádiumban fedezték fel, ma pedig gyakorlatilag egy korai stádiumban tényleg 90-95%-os a gyógyulási arány. Lehet egyébként hozni híres embereket, sportolókat, akár akik áttétes hererákból gyógyulva még nagy sportteljesítményre voltak képesek, és hát élik az életüket. Vagy például, ha egy személyes példát idehozhatok, volt osztálytársam középiskolában, akkor még nem is pontosan értettük, hogy mi történik vele. Később tudtam meg, hogy hererák volt középiskolában, amit akkor megoperáltak, gyógyszerrel kezeltek, és ma hál' Istennek egy büszke családapa gyerekekkel, tehát hogy egy nagyon jó gyógyítható betegség lett, hála a gyógyszeres kezeléseknek, a sebészi beavatkozásnak, és hát a sugárkezelés itt kevesebb szerepet játszik, de azért egy bizonyos stádiumban, egy bizonyos szövetlen típusnál még a sugárkezelést is alkalmazzuk ezekben a betegségekben. Említette, hogy nagyon fontos az önvizsgálat. Mi tulajdonképpen a protokoll ebben az esetben a hereráknál, hogyha diagnosztizálják, akkor hogyan néz ki a protokoll? Ha már diagnosztizálják és önvizsgálat, nem hirtelen megnövekszik valakinek a herezacskóban a heregolyó, vagy mérete, vagy keménysége, hogy nyilván forduljon orvoshoz. Ilyenkor természetesen az első lépcsőben, ugye ma a diagnosztikában ez az ultrahangvizsgálat, és nagyon egyszerű ez a vizsgálat, és döntően nagyon szenzitív vizsgálat, tehát ma ultrahangvizsgálat el lehet dönteni, ezt követően ez az a daganatos megbetegedés nagyon fontos a felfedezéstől lehetőség szerint, amint diagnosztizáljuk, egy héten belül műtétre kerüljön, eltávolítjuk ilyenkor leggyakrabban a herét. Nagyon kivételes esetekben, ha már két oldali vagy másik oldali here el lett távolítva, akkor jönnek szóba esetleg here megtartó műtétek bizonyos kritériumok mellett, eltávolítjuk magasan a herét, majd ezt követően jönnek az úgynevezett diagnosztikai staging vizsgálatok, stádium meghatározása, ami a hasi CT vizsgálattal, és ma, ahogy beszéltük, ugye, és ide térhetünk abba is, hogy ma a robotsebészet újra átalakítja ezeknek a kezelését, és ma nagyon sok helyen visszatérnek, hogy az egyszerű a kemoterápia helyett ma már a diagnosztikus nyirokcsoma eltávolítások megtörténnek, hiszen minimál invazív módszerekkel ez könnyen, fájdalommentesen és rehabilitálódva eltávolítódhatnak, és nem kap az ember egy kemoterápiának, amit esetleg hosszabb távon és egy ciklus is már mellékhatásokat jelentett. Ja, itt beszéltünk a hererákról és arról, hogy a korosztály tekintetében ez a 20-30 év közötti korosztály az, amelyik érintett. Hogyha megnézzük és idősödünk, és akkor jön mondjuk a következő életszakasz a 40 év környéke, és megyünk még följebb, akkor mi az, amit még a férfiak mindenféleképpen tartsanak szem előtt, és milyen szűrő vizsgálatokra menjenek el, vagy figyeljenek oda akár a jelekre otthon? Uh-huh.
Ugye 40 éves kor fölött, hogyha kifejezetten a daganatokat, urológiai daganatokat nézzük, akkor azért a prostataráknak az előfordulása kezd emelkedni. Talán a 40 év az tényleg az alsó határa ennek. Ugyanígy a hólyagrák és a veserák is ebben a életkorban már gyakrabban fordul elő, tehát itt lesz szerepe annak, hogy esetleg történjen egy PSA vizsgálat, egy alapmeghatározás, amihez később lehet viszonyítani, hogy milyen volt ez a PSA érték, ami ugye a prostataráknál egy nagyon jó marker, és jelzi, hogyha valamilyen daganatos folyamat elindul a szervezetbe. Nagyon fontos volna talán ebben az életkorban egy ultrahang vizsgálat történjen. Ez ugye nincsen benne az általános szűrővizsgálatok között, de egy egyszerű vizsgálat, ami nem jár röntgenterheléssel, nem jár semmiféle terheléssel a beteg számára, mégis fel lehet fedezni egy olyan elváltozás, például egy rejtve maradt herét, például egy vesében megbújó kis daganatot, ami egyáltalán nem okoz még tünetet, amire akkor jobban oda lehet figyelni. A hólyagrák az egy olyan betegség, ahol viszont általában a vezető tünet a véres vizelet, tehát ez az, ami orvoshoz viszi, urológushoz viszi általában a beteget. Itt talán egy olyasmivel lehet megelőzni ezt, hogyha időnként történik egy vizeletvizsgálat, és abban mikroszkoposan felfedeznek vért, akkor az mindenképpen egy gyanújel, ahol aztán tovább kell vizsgálni, hogy gyulladás vagy egyéb betegség, esetleg daganat okozza ezt. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek és mindezt elmondták.